Idősekkel, szociális szakemberekkel és hozzátartozókkal telt meg a Soproni utcai Aranykor idősek otthonának nagy terme, idén is megszervezte ugyanis a Gondoskodás Alapítvány az Alzheimer Café összejövetelét október 7-én. A program előadása a Legyen a demencia közügy címet kapta, célja pedig ezúttal is az volt, hogy felhívja a figyelmet az Alzheimer korra és a demenciára, eloszlassa a tévhiteket és rávilágítson a betegséggel élők körülményeinek javítására. Ez egy nagy dilemma egy család életében, hogy mikor kerüljön az idős beteg ember egy otthonba, jó-e ez az elhelyezési forma, vajon milyen egy idősek otthona, vannak vélemények, aztán vagy igaz, vagy nem, de hogy egy kicsit szeretném közelebb hozni magát az idős ellátást, az idős otthont is az érdeklődéknek, vagy akár a város lakosainak. Az Alzheimer Cafét a Gondoskodás Alapítvány hozta létre még 2015-ben a hozzátartozók, illetve a gondozó család tagok részére, ahol a közösség tagjai nyíltan, őszintén meg tudják osztani egymással problémáikat. Cimmerer Károlyné elmondta, ma már számos olyan portál is működik, amin keresztül egyre több információhoz lehet jutni a korral kapcsolatban. Az Alzheimer korban szenvedő betegek száma növekedést mutat, azonban hivatalos statisztika nincs arról, mennyien érintettek. Tulajdonképpen egy megsatszolt állapot, hogy egy 200-250 ezer embert érint. Ez azt jelenti, hogy ugye a demencia az nem egy egyedüli, az egyedül a betegnek a betegsége, ahhoz kell egy gondozott család, úgyhogy ha ezt megszorozzuk kettővel, akkor nagy számok szerint majdnem 1 millió ember érintett valamilyen formában a betegséggel kapcsolatban. Az előadáson az is kiderült, hogy Mosonmagyaróvár élen jár a demens betegek kezelésében, hiszen jelenleg 3 bentlakásos idősek otthona működik a városban 120 férőhelyel, a demenciával élő szépkorúakat pedig külön gondozási egységben látják el. Az Alzheimer Café előadása után aztán az Alzheimer Világnap alkalmából közös sétát tettek a résztvevők a demenciával élőkért.